Szeretettel köszöntöm a megjelenteket itt a Deák Sanyi adássorozat keretében. Az év elején már túl voltunk az 1100. előadáson, és ugye 1993 óta minden héten megtartjuk, csak akkor nincs ez az előadás, hogyha csütörtökön esik karácsony, de különben az állami ünnepeken is megtartjuk. Sok előadó volt már nálunk, és van, aki nem először jön, így van ez Farkas Lőrinc Imrével is, aki még annak idején a 90-es években egyszer tartott nálunk egy előadást, akkor még egy kicsit más minőségében, akkor még a tan kapuja főiskoláján tanított, aztán azóta váltott, és most a Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem alapító igazgatójaként jött el hozzánk, és a Jézus hívő elejénkről fog beszélni, tehát azt jelenti, hogy mielőtt bejöttek a magyarok ide, már akkor is tudtak Jézusról, és voltak keresztények köztük, és sok minden érdekességről fogunk ma hallani. Én előre is elnézésemet kérem, hogy utólag, hogy a ismertetőben azt írtam, hogy Szent Jeromos a Ószövetséget folytotta le, de ezt rosszul tudtam, az Új Szövetségi Szentírást folytotta le. És még annyit, hogy Farkas Lőrinc Imre sok-sok könyvet írt, itt van belőle néhány, ezekből lehet venni, majd az előadás végén, és egységáron van mindegyik, függetlenül attól, hogy mi van ráírva. Úgyhogy akkor én most átadom a szót. Köszönöm szépen! Nagyon messziről kezdeném, legkivált onnan, hogy minden magas műveltség, nem volt belőle sok, 10-1 néhány, az általunk ismert földtörténet koraiban mindegyik hordozta, tudta, bírta azt a fajta látásmódot, azt a fajta tudást, vagy ha tetszik a fénytudását, hiszen a fénynek a lényeg az információ, hogy minden ember a Földön születik ugyan, de nem mindét ered. Tehát más az eredet története az általunk ismert kultúrtörténet minden fajának. De mégis abban egyek, abban azonosak, abban a látásmódban nagyon közel vannak egymáshoz, lehet legyen bármilyen izmusnak is rendelték alá később az intézményesített forma történetet, hogy a műveltségüknek a gyökere az nem földi eredetű. Ha jól belegondoltok abban, és azért tegezem mindenkit, mert ha az atyát tegezem, akkor az atyának az összes gyermeke, az a testvérem. Ez annyiban fontos, amennyiben az általunk ismert kultúrtörténetek között, és épp az előbb említett iszlám, az egyik legszebb példája annak, hogy a látásmód a maga gazdag történetében hogyan válik ellentétes érzület okán, bizonyos látásmódok mentén, bár égeredetről beszélnek ők is természetesen a Szentkönyvben, a Koránról beszélek, de mégis a földi küldetést egészen másban vélik, tételezik megfogalmazni. A Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem küldetése számomra valóan azért fontos, mert édesanyám nyelvén fogalmazzuk meg az örökké valóságot, a határtalanságot, a feltétlent, és ezen belül a földtörténetet. A földcsillagkorszaka, mint bizonyára jól tudjátok, 4,5 milliárd éves. Ezen belül az élet megjelenése, ezen belül az emberiség történetének első lenyomatai több milliárd évesek, illetőleg ezen belül az emberiség, és az általunk ismert a tábla kicsi, tehát nem írtam fel, hogy régészet, antropológia, genetika, tehát ezeket és nyelvészet, ezek evidenciák. Azok a fajta tudásformák hordozzák mindezeket, amelyek bennünket bizonyosra tesznek abban, hogy fontos dolgunk van a Földön. A magas műveltségek abban is megegyeznek egymással, és abban is gyönyörű szinkronizitást mutatnak fel, és hihetetlen összeillést, Pitagorasszal említve harmóniát, hogy az ember küldetése egyfajta üzenetháztartáson a genetikában, az öröklési anyagban van kódolva. A táblára felrajzoltam néhány kultúrkört, ez momentán semmi más nem jelent, mint az Oberenciás tengertől, tehát az Oberenztől, az Enz felső folyásától, a kínai nagyfalig terjedő, és mit ad Isten? Keresztként ábrázolható országoknak a
területeit, azoknak a létminőségeit, értem ez alatt, hogy mit tudtak, mit bírtak, mit hordoztak. Ebben az országban, amit a görögök szkítáknak neveztek, a hinduk szakáknak, a perzsák szakáknak, a hinduk szákjáknak, és a kínaiak pedig szionungoknak, tehát hunoknak, kedves idegeneknek neveztek. Egy országról beszélünk. Nem birodalmi eszmét valósítottak meg, hanem építkeztek. Építkeztek úgy, ahogy ezt József Attila mondja, hogy ehessi hasonló, elhess alhass. A mindenséggel mérd magad. Tehát nekünk kevés az, hogy kilépjük a mindennapok perceibe azt a fajta áhítatot, azt a fajta sóvágást, ami bennünk, velünk, általunk lüktet, él, mozog és hat, ahogy jó költségünk mondja a Husztvárába, hogy hassalkos, gyarapíts. És akkor az egész történelem látásmód, az egész genetikai háztartás, a genetikai kódok mindegyikébe meglévő információk összessége az emberiségnek azért érték, ha átadódik, mert ezt tudnotok kell, nem csak sejteni, hogy minden egyes emberi sejt 1 millió információt hordoz. És annak a nagy hányada standard, tehát állandó. Volt a Krisztusért a második században egy Berosos nevű babiloniai pap, aki ismerte a görög filozófiát, ő azt mondta, magyar nyelven olvasható néhány töredéke, azt mondta, azt tanította, azt írta le, hogy az emberiség tudása több milliárd éves. Tehát nem 50 ezer év, mint a neandertáli ősember, vagy 220 ezer év, mint a rodoszi előember, és a többi, nem. Az emberiség tudása sokkal, de sokkal több. Mérhetetlen időkről van szó. Olyan leszületésekről van szó, olyan egymásnak feszülő genetikai kódrendszer átadásáról van szó, hogy a 20. század egy legnagyobb felismerése a kvantumelmélet mellett pontosan ez. Hogy amit mi öröklünk, az mi módon adható át? Az hittel, vagy óvással, vagy mozdulattal, vagy imával, vagy meditációval hogyan adható át a másik ember számára, hogy benne is megszülessen a fény, benne is felfény legyen az, amiért leszülettünk a Földre. Ez pedig nem más, összességében 12 kultúrtörténetet különböztetünk meg, az összes többi késői, ha nem volna felvétel, akkor azt mondanám, hogy közepesen gyenge civilizáció. Az utolsó nagy, magas emelkedés az iszlám. Előtte a jézusi tanításával való hivatkozással a kereszténység. Miért fontos ez nekünk magyaroknak? Pontosan azért, mert a rovásírás történet korai elemei, jó estét kívánok! A korai elemei, ha jobbat nem tudtok, és hogyha kellőképpen forgatjátok például a demokratát, akkor ott is akár a Szakács vagy a Szakács Gábor Friedrich Rálló tollából olvashatni a Magyarország déli részén lévő viszokai piramisoknak a naptemplomai emlékei. Azok mintegy, és ezt a C-14 szénatom bomlásának feledés idejében pontosan bekorszakolható, pontosan meghatározható, mint egy 29-30 ezer éves feliratokról beszélek. 29-30 ezer évvel ezelőtt rovással írt bizonyos fajta, bizonyos nép. Ennek a korai emléknek az előtörténetéhez piktogramok kapcsolhatók. A magyar, a szkíta magyar nyelvészet ma már eljutott odáig, természetesen Helmiksának, a zenésznek és a Sajnovics János jezsuita papnak a teóriájával szemben. A korai magyar krónikákra és a kódex irodalomra hivatkozás mellett a rovásírás korai emlékeire utal minden egyes mozdulat, minden egyes irodalmi összefüggés, amikor az általunk fontosnak tartott látásmódok közül megőrizték azokat az elemeket, amelyek bennünket egészen arra visznek rá, és itt az előző gondolathoz kapcsolódok, kedves egészségedre, hogy az ember a Földön született ugyan,
És ha nem innét ered, akkor valójában a benne lévő genetikai anyagok mindegyike, mindegyes sejt, egymillió információ, mi az, amit hordozhat. Azt gondolom én, hogy a nagy lényege nem az elevenség, nem a fény, nem az isteni küldetés, nem az égi eredetnek a töltete, hanem annak a bírása, annak a tudatosítása, hogy a létezők közül egyetlen egy élőlény, egyetlen egy ember se hiányozhat a teljességből. Az örökké valóságban minden fontos, minden számít, minden lényeges. Mert az örökké valóság hiánytalan. És mert hiánytalan, mert az örökké való teremtésében semmi sem hiányozhat, következőképp mi is beletartozunk. Azok, akik rovással írnak, azok, akik nem rovással írnak. Azok is, akiknek sokkal van a rovásukon. Mondta ezt jó édesapám néhányszor. Éppen ezért a rovásírás korai emlékeinek olyan dolgokat kell hordoznia, és itt tudnotok kell, hogy a 46 rovás hangzót megcsonkították, eltorzították, amikor beleépítették a Krisztus utáni 10.-11. Századba a 20 latin és a 2 ógörög betűbe. Ettől függetlenül bármelyikötök hallja az Ómagyar Mária síralmat, érzi, hogy ott miről van szó. És ha azt rovással írják, jobbról bal felé, egészen más fog mondani nekünk. Nem csak érezni fogjuk, hanem tudni is. Nem csak sejteni is fogjuk, hanem tudni fogjuk azt is, hogy a sejtekre a hangok hatnak. Sejtszintig hatnak. Ezért nem mindegy, hogy milyen nyelven beszélünk. Nem mindegy, hogy milyen nyelven írjuk le jobbról balra. Ugyanis a két agyféltekének az összefüggéséről van szó. Egész más struktúrában lát, bizonyára tudjátok, egy balkezes ember másként látja ezt a teret, ahol vagyunk, mint a jobbkezes. Bal agyfélteke, jobb kéz. Egész másként fog az a kis emberke az iskolába komoly tanulmányokig jutni, hagy nem mondjam, megerőszakolva, okos pedagógia révén, akit rászoktatnak a szép kéz írására. Holott látens módon még 30 éves korában is balkezes egyébként. Csak rá erőszakolták. Tehát ezek azért fontosak, mert a rovásírás korai előgyakorlata és emléknyomai minket egészen pontosan a korai kereszténységhez visznek, ahhoz a korai kereszténységhez, aminek a előtörténetéhez az általam felvázolt kultúrkörök adnak némi támpontot remélhetőleg. Kezdem azzal, hogy kínai nagyfal. Bizonyára tudjátok, hogy ezt a fehér hunokkal szembe építette föl az a kínai birodalom, aki az ordoszból átvette, megtanulta a bőrmívességet, az ötvös művészetet, a pénzverést, megtanulták a lótenyésztést és a lovas kultúrát. És átvették, mit ad Isten a kereket. Az ordoszban, Krisztus előtt 3700 évvel, most más dátumokat szándékosan kerülnék, akár óbabilonyi vonatkozásban, akár Sumér kapcsán, 3700 évvel a kínaiak felső fokon írtak az irodalmi emlékkönyvekbe a hunokról. Azokról a hunokról, ahol ismétlem, megépítették a nagy falat, és mégis a nagy fal után, X idővel, a hadakozások kora Krisztus előtti második századtól második századig tartott, hun fejedelmek országolták a császári trónt. Hadd ne mondjam, amikor Marco Polo a 13. században elején elment Kínába, ott látott egy kínai császárt, aki nem volt kínai. Kubilai Károly beszélek természetesen. Hun szkíta uralkodó volt. Miért fontos ez? Azért, mert a gyakorlatilag visszamegyünk a mai naptól, hogy tegnap volt a kommunizmus áldozatainak nagy emlékezésem. 56-ban nem ellenforradalom volt. 45-ben nem felszabadítás volt. 20-ban nem trianoni béke alkú volt. 1867-ben nem volt Ausgleich, tehát nem volt kiegyezés. Hadd ne mondjam végig.
egészen Árpád apánk hazajöveteléig. Nem honfoglalás volt, hanem hazajött, mert hazahívták, hiszen elrabolta a német-római császárság az avar kincseket, benne a gyönyörűséges szent koronát, ugye? Amiért is nem kalandozások voltak azok az időszakok, amit Árpád apánk hazaérkezése után a nyugatra elvándorló magyar seregek végeztek, hanem az avar kincsek nyomába szegődtek. Miért fontos ez? Azért, mert a tudománynak a legnagyobb problémája, és ezzel karöltve a média, nem az, hogy mit mond, nem az, hogy mit állít, nem az, hogy mit bizonyít, hanem a legszomorúbb és a legfélelmetesebb dolog az, hogy mit hallgat el. Jelenkorunkban is ugye ennek vagyunk bizonyos értelemben a szenvedő alanyai. Hogy mit hallgatnak el előlünk, és kicsodák. A kezdeti kereszténység ilyen értelemben az ordosz, ez a sárga folyó mentén, a közelmúltban kiásták Obrosánszky Borbála könyvei a Resztaurálás kereszténységből, a Keleti kereszténység című munkájába, ezekről részletesen ír, a hun kultúrtörténetről, arról, hogy 10-12 ezer éves városokat ásnak ki a sivatagban. Turán, olyan kapcsolat Iránnal, olyan belsőséges viszony, genetikai természetesen kapcsolat, amiről a legmagasabb jelzőkkel, legmagasabb, legmagasztosabb megközelítésekben fogalmaznak meg mindmáig azon népek, akik értik az óperzsa nyelvet. Ez a Kaukázus. A kaukázusi népek között a szarmatákat említhetnék, akinek késői leszármazott egy például a lengyelek. Magna Hungária. Bocsánat, itt van Magna Hungária. Ez a rész, ahova Julianus barát elment. És 2 évvel később, amikor visszament, illetve 7 évvel később, amikor visszament, már nem találta ott a magyarokat. Magna Hungáriából, közel az Urálhoz, találtak olyan elemeket, olyan pénzérméket, aranyérméket, amelyek több, a mai naptól visszaszámítva több mint 4000 évesek. Meotis. Magna Hungária, Kaukázus, Meotis. A Meotis ugye a Hunor és Magor legendájának gyönyörűséges vidéke. Délem, Sumér. 8 millió agyagtáblát találtak, ebből néhány tízezet megfejtettek, pár tízezernek nekiálltak, főleg az angol szászok. A megfejtések közül találtak két olyan agyagtáblát, amelynek a üzenete számunkra valóan hihetetlen sokat mond. Az egyik agyagtáblán 3 kutyát ábrázolnak, az angol szász, Thomson, Cecil Thomson, aki nem tudott magyarul, az alá megfejtést írta a kutya ábrázolások alá. Kuassa, Kamadaur, Puli. Ennyit arról, hogy a Bobula ide, meg a Badinyi Jósferi bácsi téved. A másik az nekem még inkább tetsző, azzal együtt, hogy természetesen kuvaszunk van. A másik ismétlen még inkább tetsző, ott pedig egy kettős csillagzattal ábrázolták annak idején az Atya Istent. És ez ugyancsak. A kettős csillagzat egyes csillagászok szerint a Föld nap körüli pályájára azért ellipszis, mert kettős napról van szó. Az egyik nap az fekete, tehát nem látható. A Kopernikus számításokban egyébként itt komoly nehézségekbe ütközünk, pont emiatt. A kettős csillagzat azt jelentette a sumér agyagtáblán, hogy egyetlen ős. Az előbb említett Thomson szerint ennek a kiejtése nagy valószínűséggel Esten vagy Isten. Miért fontos ez? Azért,
Mert Sumér alatt volt egy magas kultúrkör, a mai naptól visszaszámítva, mint egy 6000 éves, ezek voltak a káldeusok. Azok a káldeusok, akik közül három király éppen arra járt a ma bizonyos esti éjszakán. Amikor a legmélyebb éjszakában, a Föld egyik legborzasztóbb helyén megszületett a fényfia, a megváltó. Az ember számára a legfontosabb ígéret. Tovább jövünk a Kaukázustól. A kaukázusi népeknek a szabadság szeretete évezek óta legendás. Ők a türk fajok a Belső Ázsiával együtt mindmáig azt tanítják Perzsiában, mindmáig azt tanítják Koreáig, hogy a magyar nép testvér. Ők elmentek nyugatra, ez igaz. Álmos fia Árpád eljött Attila örökébe, méghozzá Etelközüből, tehát Dentum magyarjából. A régi magas kultúrák mindegyike folyóvízben építkezett, mert a folyóvíz volt az, amely nem csak itatta az embert, hanem le is mosdatta. Minden egyes emberi áldozat arról szól, hogy megtisztulás, így bőjtáján a lehető legfontosabb dolog. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a víznek az értéke nem pusztán annyi, hogy szombjat olt, hanem tudást tökéletesít. Mert Platón mondja azt, hogy a tudás nem más, mint visszaemlékezés. Az egész nem szól sem másról, mint arról, amit Berosszos állít, hogy az emberiség tudása több milliárd éves. Tehát arra való visszaemlékezéssel. Arra való visszaemlékezéssel, hogy mindig folyam közben, mindig folyamok mellé építették a magas országok művetségét. A birodalmak, természetesen a birodalmi eszmének a megtestesítői, azok bász civilizációkat hoztak létre. A civilizáció és a műveltség között az a különbség, hogy a műveltség a szellemről, a lélekről és az erkölcsről szól, a civilizációról, meg a testről, a test éhségéről, fájdalmáról, kényelméről és némi erkölcsiségről. És akkor itt nincs másról szó, mint a Kárpát hazáról. Azért Kárpát haza, mert a Kárpátok övezte Panon-tenger medencéjét több tízezer éve szkíta-hun szavakkal illetjük. Azért is fontosak ezek az alapvetések, mert ekkor és emiatt értjük meg talán jobban az általunk ismert történelemnek a torzításait, és az általunk ismert történelemben olyan epizódokat például, hogy 1773-ban Besenyei Györgynek azt mondta Mária Terézia királynő, itt a feleségem, úgyhogy nem minősíteném a királynőt, meg a kamera is itt van, akkor pláne nem. Két fontos érv. Azt mondta Besenyei Györgynek, hogy a magyarok nem írhatnak történelmet, mert a történelmi írás az politikai tett. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor már Besenyei György előtt 1664-ben megjelent Budai Ézsiásnak a 24 kötetes magyarság történetének dokumentumai, tehát nem csak a tihanyi apátsági alapító levél és a többi, tehát a magyar emlékekről beszélek, hanem arról, hogy a Budai Ézsiás féle dokumentációban, gyönyörű latin neve van, vannak olyan anyagok is, amelyek messze Árpád népének hazatelepülése előtt keltezéssel bírnak. Ekkor, itt a pártusokat azért megemlítenénk, a pártus birodalom volt, a pártusok országa volt a római birodalomnak az a fajta riválisa, ha úgy tetszik, amelyel szemben a római impériumot ki kellett építeni, és az volt igazából a gátja a római impérium keleti terjedésének. Megegyezném, hogy Galilea volt az a föld, ami gyakorlatilag ütköző zónát képezett a római birodalom és a Pártia között.
A magyar nyelvészek egynémeike, itt gondolok itt például Ceglédi Katalinra, aki írta a hun-magyar összehasonlító nyelvészetnek a különböző dolgozatait, azt mondja, hogy azok voltak a pártosok, akik elpároltak a hunok országából, külön országot szerettek volna létrehozni. Egy nagyon fontos dologról mindújra megfeledkezünk. Ezen kultúrkörök között állandó kapcsolat volt. Mert is, biztos gondoljátok, tudjátok, hogy ez volt a selyemút. A selyemút volt az a bizonyos közlekedés momentum, az általunk ismert kultúrkörök legmagasabb szintű létlehetősége ember és ember közötti kommunikációban. Táncsics Mihály a Sajtószabadságról című könyvében azt írja, hogy az emberi kommunikáció nem más, mint közlekedés az ember. Az ember fontos és értékes és valóságos dolgai között. Tehát egyfajta közlekedés volt, ugyanis nem csak selymet, mirhát, meg aranyat, tömjént hoztak, vittek, adtak, cseréltek, hanem bizony itt a taoizmus, a buddhizmus, a perzsa fényvallás, a méd-szkíta Zarathustra reformációjának nyomán. Szentkönyvek, gyógyító emberek, gyógyító füvek is közlekedtek. Tehát nem az van, hogy a GDP-ben csak az számít, hogy mit ehetsz, ihatsz, hogyan ölelhetsz és miként alhatsz könnyű paplamba, hanem igazából a GDP-nek a színejava a gyógyír, ami a testnek, a léleknek és a szellemnek is segít, emel, szabadít, gyarapít. Miért? Hogy jobban rálássunk korábbi önmagunkra, hogy tudjuk, hogy honnan, hová, egyáltalán miért is. Természetesen a selyemút mellett több párhuzamos kultúrát meghatározó hatástörténeteket, különböző formákat, különböző szentkönyveket, hagy nem mondjam, tanítókat hoztak, vittek, adtak, cseréltek. Biztos tudtok arra, hogy a macedon, a trák és a többi szkíta népek közül kivált egy nagy, úgymond világhódító, nagy Alexandrosz. Igazából ő semmi más nem akart, nem hódítani akart, el akart menni Indiába, meg akarta tudni a titkot, az élet és a halál titkát, meg akarta ismerni a bráminok nagy tanítását, meg akarta érteni. A perzsa közvetítése valamilyen szinten hozzá is eljutott nagy tanításokat, amit a védák hordoztak, az indiai szentkönyvek, amelyek a mai naptól visszaszámítva mint egy 4000 éves leírattal bírnak. A korábbi apák, fiúk, papok és tanítványok közötti szóbeli átadásról nincsenek dátumaink. Ezek a dolgok azért izgalmasak, fontosak és szépek, mert itt a legkülönbözőbb tartományok között állandó jelleggel adták, vitték, hozták a információkat. Hogy az ember az öregség, a betegség és a halál előtt találja meg a felismerést, találja meg a világosságot, találja meg az üdvöt, találja meg akár a nirvánát, akár az Isten országát. Ezért aztán természetes az, hogy a szent könyvek is jöttek, hogy a szent tanítások is hatottak. Nem véletlenül az, hogy Jézusnak a ama bizonyos 17 évéről nem tudunk egy szót sem. A korai kereszténység ezzel a dologgal azért nem foglalkozott, meg számukra evidencia volt a metempszichózis, a reinkarnáció, Jézus megvilágosodás élményei, többek között az volt az ő felébredéspontja, hogy ráébredte arra, hogy ő nem lehet más, mint Isten fia. Nem csak azért, mert utaltak rá különböző jósok, ugye, mert tudjuk, hogy a proféták azok nem mások, mint jósok. Nem azért, mert különböző hatástörténetek révén az ő eszmélésének első idejében egészen kis gyerekkorától már jelen voltak a buddhizmusnak és a hinduizmusnak a közeli Szíriába kolostorhálózatot kiépített valamelyikébe a nagy tanítások. Mert azt mindenki tudja, hogy igazából minden nagy dolog keletről jött. Minden fény, minden lüktetés, minden ábrán, minden költészet, minden misztika keletről jött. Nyugat ilyen értelemben csak befogad, csak elfogad, vagy elvesz. Ebben a dologban a lehető legszebb az, hogy Jézus, amikor a küldetésére ráébredt egészen korán, akkor voltaképpen sem más nem történt, mint az,
ami, ha úgy tetszik, 300 éve korábban megtörtént, hiszen az előbb említett Nagy Sándor Indiából gimnoszofistákat, buddhista szerzeteseket és fakérokat hozott a mesterének, Arisztotelésznek. Biztos tudjátok, hogy ő volt a nevelője. Tehát nem akárkikről beszélünk az elmúlt évezetekben, nem akármilyen eszmélyi pontokra próbálunk ráébredni, próbáljuk megérteni, hogy ez nekünk személy szerint, nekem személy szerint Farkas Lőrinc Imrének mit mond Osiris, mit mond Gilgames, mit mond Buddha, aki nem mellesleg Sákjamuni volt, tehát a szákjáknak a bölcse volt. Ugye? Észak-Indiában, Nepál egyik völgyében, a kis királyságában a szákják éltek, akikről azt mondták a kínaiak, hogy hunok, és a perzsák, hogy szakák, és a görögök meg, hogy szkíták voltak. A megvilágosodott herceg egyébként azt mondta, hogy 500 évben jön egy tanító, aki az emberiségnek az irgalmat, a szeretetet és a cselekvő együttérzést fogja tanítani. Könnyű kiszámítani, ha 540-ben született, és 480-ig élt, vagy 460-ig élt, hogy akkor kire gondolhatott egyik nagy tanító beszédében, ami magyar nyelven is olvasható. Nem kell megijedni a buddhizmustól, mert a buddhizmus hihetetlen köze van a kereszténységhez. Nem csak térben, hanem látásmódban. Egy örökké valóságot bír, hisz, tanít mindkettő. Sákjamuni Buddha is, és Jézus Krisztus is. Tehát a Selyem úton a nagy tanítások mellett minden érdeklődő, ahogy ez velünk is ma is, rámész az internetre, és ömlik rád, jön feléd, bemész egy könyvtárba, és nem tudsz választani. Bemész egy könyvkiadóhoz, és rád el akarja adni neked az összes könyvét, szóval. Hogy jönnek az információk, hogy nekünk kell tudni kiválasztani egy kellő igényel, kellő pillanatban, kellő tisztulási szándékkal, így nagy bőjtben nem nehéz, azt, hogy mit szeretnénk az élettől. Elmerjük-e hinni, immár, a nagy ígéret szerint, 2000 éve, hogy meg vagyunk váltva? Merünk-e úgy gondolkozni, úgy lépni, úgy várakozni, így húsvét előtt akár, hogy tényleg bűneimből, vétkeimből, tudatlanságomból, hibáimból, gócaimból, összes tévedésemből meg vagyok váltva? A kezdeti kereszténység első századaiban, még a nagy zsinatok előtt, a 4. század közepéig, természetes volt a reinkarnáció, Jézus tanításában egyébként az Új Szövetség szinoptikus anyagaiba is. Több olyan pont van, ahol a feltámadás is egyfajta reinkarnáció. A görög szövegek ezeket nagyon szépen követik. Feri barátom említette volt előbb, hogy a Dráva menti csáktornyán környékén született 4. században élő Szent Jeromos, aki majd később Rómába lefordítja ógörögről latírra a Vulgátát, lefordította hun nyelvre. Hun nyelvre, 4. század. Vajon miért? Az Iszfahani kódex ezt tudja. Én nagyon szívesen kiadnám, hogyha valaki lefordítaná. Csak nehéz hozzájutni az eredetihez. Az Iszfahani kódex, ahol is a régi hun szószedet szerepel, a göröggel és a grúzzal van párosítva. Bizonyos passzusok szerint a szkíta hun népek már a második században felvették a kereséget. Felvették, nem megkeresztelték őket, felvették. Miért? Azért, mert a Sákjamuni féle buddhizmus, ilyen bulgár magyarul, vagy a Zarathustra féle perzsa fényvallás a hun népek világában természetes volt. Teljesen természetes volt, hogy a második században, amikor még János apostol akár éltett is, magukének tudták. A fényvallás nyomán és a megvilágosodás ígéretével maguknak tudták Jézust, a Krisztust. Könnyű a megfejtés. A korabeli Galileában
a genezáreti tótól, vagy Názárettől délkeletre volt egy város. Úgy hívták, hogy Skytopolis. A görögök úgy hívták, hogy Skytopolis. A szírek is, az óarabok is. A zsidók is. Megvan persze ennek az arámi neve is, Bensea. Meg lehet nézni a térképen. 1913-as gótbetűs német középi iskolai atlaszon rajta van. Tehát 1913-ban, az első világháború előtt, a német középiskolában tanították, hogy Galileában ott van Skytopolis. Ahhoz szkíták éltek, nyilvánvalóan. Miért volt ez könnyű, és miért fontos ez nekünk? Azért, mert az apostolok a sajátjaikhoz mentek el. A sajátjaiknak mondták el az örömhírt, hiszen Jézus megbízta őket mindahányat, ugye és apostolok és a tanítványok, és az apostoli tanítványok párban, kettesével, hármasával mentek el, és vitték az örömhírt, hogy közel az Isten országa. Olyan közel, hogy ennél közelebb semmi sincs, hiszen ez bennünk van. Ennek az örömhírnek a szétosztása, a meghirdetése, képzeljétek el, hogy Kínába, a 7. században több száz keresztény kolostor épült. Kínában, 7. század. Mondjuk, amikor éppen Szent Patrik mondjuk a sajátjait, a keltákat megtérítette a kereszténységre. Második századnál tartok, még Szent János most nem született meg, még a hunok nem kapták meg a új szövetségnek a ekvivalens fordítását. A második században, amikor felvették a hun szkíta népek a kereszténységet, majd tovább vitték, átadták a bizonyos nyelvrokonoknak és bizonyos genetikai hozzátartozóknak az örömhírt, semmi másra nem szólt, mint arról, hogy teljesen természetes az, hogy minden magas műveltségnek az a célja, az a szándéka, hogy visszateremtse, vagy a visszateremtéshez hozzátegye a benne feszülő áhítatot és normát. A Szent Jeromoshoz annyit mindenképpen, hogy képzeljétek el, hogy Attila születés előtt történt mindez. Tehát Attila nagy király itt a Tápió mentén, amikor megszületett, ő már olyan közegbe kapta meg a nagy tanítást, ami a perzsa ismétlen fényvallása és a Sákya Muni megvilágosodás tanával egybeesett. Hiszen minden egyes ember, ahogy a keletről nyugatig tartó népvándorlások mindegyike, de ezt az atom spinjeinél is megfigyelhető, hogy az atomok mozgása is keletről nyugatra megy. Más kérdés az, hogy a vonatkoztatási rendszer problématikus, nem is erről akarok beszélni. Hanem arról akarok beszélni, hogy mindegyes nép, mindegyes ember a fogantatása pillanatától, a megszületésén keresztül a napútját járja be. Csak ezt akartam ezzel mondani. Hogy elérkezik a délelőtt, elérkezik a tanulási időszaka, elérkezik a delelés, a férfivá érés időszaka, elérkezik a deleléstől számított percek és óráknak az időszakai, a szent orákulumok, mindegyik erről beszél, az asztrológia, az I Ching, a taró, mindegyik erről beszél. Több, mint 10-11 ezer éve. Arról beszél mindegyik, hogy az Isten által elküldött fiú fogja megmutatni azt az utat, ami nem kívül kell keresni. Éppen ezért fontos, hogy nem csak a latinul, hanem hun nyelven is megjelent számunkra valóan. És ez nem igazol semmi más, mint az, hogy András, ugye? És Jakab, Péter és János testvérei, ugye Péter megírta a nagy leveleket, megtörtént vele, ami megtörtént, és ráépült az, amit ő egy perc alatt háromszor is elárult. Tehát ezek a belső problémák, belső vívódások, ezek a belső ébredési pontnak a áhított szent tiszta pillanatai lesznek azok az ember életében,
amikor igazából felegyenesedik. Amikor igazából szembe mer nézni azzal, hogy ő kicsoda. És ebben nem a ki a fontos, hanem az, hogy ki és csoda, hogy vagyunk. Ki és csoda, hogy van élet, csoda dolog az, hogy van ezen belül emberiség, és nagyszerű dolog az, hogy valaki, személy szerint én, édesapa lehet. Ki és csoda az, hogy egyáltalán vagyunk, hiszen belegondoltok abba, hogy az ember magzatállapotában több mint 200 halálos kor fenyegeti, ahhoz képest tényleg jól érzünk ki. Erre a világra születhettünk. Akkor, amikor egyszer a párom elvitt egy nagyon mély módosított állapoton túl valami hihetetlen mély pillanatig, ez volt a fogantatásom pillanata. Én, aki mintegy 40 éve ezzel foglalkoztam, akkor 40 éve ezzel foglalkoztam, most már lassan 50 lesz, így 66 év magaságból azt merem állítani nektek, hogy ott a közelemben, balra valahol egy fény villant. A fogantatásom pillanatáról beszélek, ott van a Szentlélek minden egyes élet fogantatása pillanatában. A hinduk tudják ezt, ők bodhinak nevezik. A perzsák is ugyanúgy tudják, nekik is megvan rá a kifejezésük. Az iszlámban és az egyiptomi halottas könyvben is le vagyon írva. A tibeti halottas könyvben ennek mentén keresik meg a köztes létbe azt a lét lehetőséget, hogy azokban mennyekbe szülessenek újjá. Ebben a csodában a lehető legfontosabb dolog az, hogy van az örökké valóságban megtestesülés, és ennek a megtestesülésnek képességei vannak arról, képessége juthat arra, bizonyos hajlam szükséges ehhez, hogy ráébredjen, hogy van lét, hogy tudja a létet, tudja az örökké valóságot, és abba kikeresse, megtalálja a helyét. És akkor a nap útján eljut a delelőre, amikor is fiút nemz, fát ültet, könyvet ír, felismer, hat, vagy ahogy ezt kölcseivel mondtam előbb, alkot és gyarapít, azért, hogy ne csak a ház, hanem a haza is fényre derüljön. Az a haza, aminek korai történetéhez mindannyian hozzátartozunk. Nem tudom, hogy tudjátok-e, matematikailag felosztható, a genetika ezzel számol. A mai naptól visszaszámítva minden egyes magyar embernek több 100 millió őse van. Ez azt jelenti, hogy genetikailag hihetetlen közel állnak hozzánk a környező népek közül majd mindenki. Akik ugyancsak Jézus Krisztus tanítványaivá lettek x idő múltán, akiknek ugyanúgy fontos az ország, ugyanúgy fontos az örömhír, és ugyanúgy fontos az igazság, amihez igazodnunk kell, vagy kellene ebben a testben, ebben az életben. A halottas könyvek mindegy tanításai azt mondják el, akár Egyiptomit vesztük, akár Hermes Trismegistus megisztott tanítását, hogy az ember sokkal, de sokkal többre született, semmint ő képes lenne ebben a 40-60-90 évben realizálni. Hányszor, de hányszor élhettük meg, hányszor, de hányszor éltétek meg velem együtt, hogy annyi mindenhez készségem van, annyi mindenre hajlandó lennék, annyi mindent jó volna csinálni. Mert nem csak erre, vagy arra, vagy amarra születtünk. És akkor itt nincs másról szó, mint arról, hogy minden egyes sejtünk, ezt nem győzöm hangsúlyozni, 1 millió információt hordoz. Ha ez nem adod át, vér szerint, a férfiúi vagy a női,
áhítatból, akkor ez igazából az emberiség ellen, az élet ellen és az Isten ellen való. Büszke vagyok arra, hogy megláttam, és nagy öröm töltött el akkor, bár hosszú percek kellettek ahhoz, párom talán megmondható, lehet, hogy órák vagy napok, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy a Szentlélek ott volt, és az volt a fogantatás. Hosszú idő kell nekünk is ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy ezekből a sejtekből, ezekből a sejtésekből, ezekből a hangokból, ezekből a tónusokból, ezekből a fényekből mi mit vagyunk képesek a világnak oda szentelni. Mert azt gondolom én, hogy az ember sokkal több, mint az áldozati barom, bármelyike. Akit égő és élő áldozattal, holokausztum, ugye ezt jelenti, felajánljanak az Istennek. Mi élve kellünk neki, hittel kellünk neki, és a legnagyobb reménnyel kellünk neki, hogy ezeket a dolgokat saját édesanyánk nyelvén, saját alanyi jogon úgy adjuk tovább a világnak, hogy ha lehet, akkor még élhetőbb, még tisztább, még fenségesebb legyen, mint a születésünkkel, amit kaptunk. Márpedig úgy tűnik, nagyon sok jel erre mutat, hogy sok dolgunk van pontosan ezekben eljárni, mert úgy tűnik, hogy a Föld éppen, és a Földön lévő emberi fajon belül különböző nemzetségek, nemzetek nem ezt szolgálják teljes mértékig. Ugyanakkor azt gondolom én, hogy azért is jó, hogy ilyen erőkkel találjuk újra meg újra szembe magunkat, hiszen nem győzzük elmondani a József atyával együtt, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Mert viszont nagyon kellenek a kísértések, hiszen másként nem tudjuk mérlegre tenni a szívünket. Már az életben, hát még a halálunkban. Nem fog dolgunk kiderülni halottas könyvekkel összhangban, magyar halottas könyv is olvasható magyarul, a széke is, hogy a halottas könyvekben pontosan az derül ki, hogy nem csak az, hogy 2000 éve meg vagyunk váltva, hanem az derül ki, hogy méltóak voltunk ebben a testben erre az életre. Megtettünk-e mindent azért? És itt vannak hiátusok, itt vannak hiányosságok, itt vannak problémák, amelyekkel újra meg újra szembesülnünk kell. Legkivált akkor, hogyha mellettünk az életünk párja, és mellettünk és körülöttünk a saját gyermekeink újra meg újra tükröt tartanak arról, hogy a halottas könyvekhez képes mi, és azon figyelmeztetésekhez képes, és azon nagy reményekhez képes mi éppen hogyan viselkedünk, hogyan tartjuk magunkat a mindennapokban. Azt gondolom én, hogy nagyon fontos, hogy az általunk ismert kultúrtörténeteknek a vonulataiban, műveltségeknek és történeti leírásnak a vetületében egyes szám első szemében hogyan tudjuk megfogalmazni magunkat az általunk ismert évezredek okán, aminek a krű a gyöke, ez a karma, ez a Krisztus, ez a Krisna. Ez pedig semmi, ez nem jelent ez a gyök, mint az, hogy tenni, csinálni, cselekedni. Igen ám, de az életünkben az is számít, hogyha nem tesszük, nem csináljuk, nem cselekszük meg. Tehát a karma törvényeiben az is belejátszik, hogy elmulasztjuk. Elmulasztjuk a kellő pillanatot, elmulasztjuk a kellő lehetőséget, nem számolunk vele. Csak mindig arról szól a dolog, ez a fajta pozitivista gondolkodásnak a legnagyobb hibája, hiányossága, torzulása, hogy azt hiszik, hogy csak az számít, hogy mit tettünk, mit cselekedtünk az életben. De gyerekek, az elcsendesülés, a meditáció, az ima, a zsolozsma, az áhítat, ezek is cselekvési formák. Ahogy ezt előbb utaltam volt, ezek is sejtszintig hatnak az emberre. A bennünk lévő lüktető, remegő, áhító, óhajtó, sóvárgó élet ezt is várja tőlünk.
Selye János, bizonyára tudjátok, kiről beszélek, a stressz és disztresszben pont ezt mondja el. A disztressz az a pillanat, amikor lehunyod a szemed. Amikor zenét hallgatsz, egész más tudatállapotban vagy. Most nem a Pink Floydról, meg a Doorsról beszélek, ami az egy más tudatállapot. Hanem például a fuga művészetéről, ami befejezetlen. Nem azért, mert nem tudta volna a Johann Sebastian Bach magas előadását befejezni, hanem azért, mert igazából nem lehet befejezni, ahogy az életet sem lehet befejezni. Abba lehet hagyni, vagy abba kell hagyni. Vagy lehet, hogy nem is hagyjuk abba. Lehet, hogy folyt köv. Lehet, hogy minden pillanatban egy olyan fajta karmikus telítettséget jelent, hogy innen belőlünk kiárad a világba egy sor dolog, jelenség, összefüggés, tanúsítvány, a gyógyítói szándék vagy a tanítási gesztus. Lehet, hogy mindannyiunk számára ez a fajta krisztusi út vagy krisztus tudatú megközelítése a dolgoknak, a jelenségének Jézus nyomán semmi másról nem szól, mint arról, hogy örülj annak, hogy vagy. Örülj annak, hogy úgy vagy, hogy van Isten, hogy van örökké valóság, hogy te annak az örököse vagy. A kereszténység felvétele és a kereszténység mellett tanúságtétel azt fog jelenteni, hogy elfogadom, hogy a vertikalitásnak és a horizontalitásnak a találkozási pontja az azt jelenti, hogy itt és most. Már réges-rég nincs tegnap. És hol van még a mai éjszaka? Most van. Itt van. Egyik legnagyobb keresztény misztikus, Eckhart mester, 12. század, domonkosan diszeletes volt, azt mondja, hogy a legfontosabb a jelen pillanat. A legfontosabb ember az, aki előtted áll. A legszebb gesztus pedig az, hogyha a testét, a lelkét és a szellemét is eltöltöd. Tehát kevés az, hogy odalöksz egy tányérlevest. A jó szó nagyon kell hozzá. Az elismerés, az elfogadás, a tekintetbe vétel a legfontosabb ebbe az egészbe. Ezért aztán a Kri, hagyj nem mondjam, Körösön Sándor pont azt mondta, hogy a magyarnak semmi más nyelvet nem kell tanulnia, Kazinczy miatt feltétlenül, mint a szanszkritot, mert ott van 6 múlt idő és 3 jövő idő. Ahogy nekünk is egykor volt vala ilyenfajta nyelvezetünk. Az összes többi nyelvnek az ismerete én nem tartom ártalmasnak. Kedvenc szórakozásom már megint az, hogy előveszem az ógörög magyar szótárt, és nem tudok kijönni belőle, mert csodák vannak benne, az, hogy a régi időkre való visszatekintéssel, egyfajta történelem átrostálásával az ember úgy ébred önmagára, hogy tudja, hogy más emberek is ugyanúgy, ugyanazt keresik, ugyanúgy a szenvedést kerülnék, a kint, ha lehet, akkor kerülnék, ugyanúgy boldogságra törekszenek, ugyanakkor azt is tudnia kell mindenkinek, hogy az isteni teremtettségben nem a boldogság az életeszménye, hanem a teremtettségnek okán az eszme lesz az életnek adó boldogság. Tehát a valamiért való élés lesz, ami az embert boldoggá, teljessé teszi, teheti. Ezért annak az eszmének, amit Jézus Krisztus tanít, azt gondolom én, hogy nem véletlenül tette ezt Szent István királyunk, a boldog asszony anyánknak az országára. Abba arra tette a hangsúlyt, oda ajánlotta fel. Annak a boldog asszonynak, aki el tudjuk képzelni, hogy mit élt át a kereszt alatt, szóval. El tudjuk képzelni, mit ölt át a betlehemi istállóba, amikor letérdeltek a káldeus királyok. És a kettő kvázi végpont között
Mit élhetett át, amikor rá lettek bízva a tanítványok? Mit élhetett át, amikor a saját később született édes gyermekei nem értették meg Jézust? Mit élhetett meg akkor, amikor szét lett osztva az ige 5000 ember, 5000 férfi és a hozzá tartozó gyerekek és asszonyok között? Mit élheted meg akkor, amikor elmondták neki, hogy üres a sír? Olyan dolgokat élheted meg, olyan dolgokat élhetünk meg ebbe az egész misztériumba, ami lelkünk legmélyéről, hagyd ne mondjam Carl Gustav Junggal, a kollektív tudatalattiból hozza fel az információkat. Azt mondom nektek, hogy Szent István király előtt már Géza király, az édesapja, nem fejedelem volt, hanem király, hiszen Bazileusz koronát hordozott. Például Erőce Maroson ki is van állítva egy szobor, rajta van a korona, amit a bizáci császártól kapott, hiszen ő is felvette a keresztséget. Személy szerint a bizánci Bazileusztól, tehát attól a főpaptól, aki egyébként császár volt. Hiszen minden régi magas kultúrában az uralkodó és a főpap egy személy volt. Később, amikor ez megosztottá lett, biztos volt valami politikai, stratégiai magyarázat ennek az egésznek, akkor meg az egymáshoz közel lévők közül viselt egyik vagy a másik titulust. Az arra a lehető legjobban megszülető, vagy azt a talentumot bizonyító ember volt a pap, és azt a politikai vénát, vagy harciasságot megtestesítő volt a harcos. Ez sem más nem idéz, mint a perzsáknál és a hinduknál, vagy az egyiptomiaknál a korabeli kasztrendszert. A kaszt egyébként biztos tudjátok, hogy az portugál szó, az fajt jelent. A hinduk és a perzsák varnát említenek, szint. Más volt a brámin és más volt a sátria. Más volt a pap és más volt a harcos. Ezért aztán természetes, hogy a legkülönbözőbb későbbi leképzésekben a harcos is pappá és a pap is harcossá válhatott. Például alsó és felső Egyiptom egyesítésénél a fáraó pap király egy koronát hordott, egy kettős koronát hordott. Például a magyar joga is ezt a fajta kettősséget hordozza. A hosszú pálcát és rajta a teljességet. Nem a földgömböt, hanem a teljességet. Azt a teljességet, aminek határtalan sugarú a körábrázolása. Azt a teljességet, amiben mindenki beletartozik. Azt a teljességet, amiből a nyolc világvallás közül egyik se hibázhat. Azt a teljességet, amit mi magunk is szeretnénk elnyerni. Már itt a Földön, ebben a testben, de ha másként nem megy, akkor a majdanban. Abban, amiben mindenünket odaadjuk. A Jézushűtű magyar elejénk számára teljesen természetes volt az, hogy nincs az izmusok között különbség, mert ők nem ismertek izmusokat. Ők törvényeket ismertek, és elválási rendszereket ismertek. Ennek próbáltak megfelelni. Ennek igyekeztek tisztán a megtestesülésükben megfelelni. Ilyen értelemben számomra azért fontos, hogy hun nyelven is olvasható, vagy töredékeiben legalább, olvasható a Vulgáta, mert semmi más nem bizonyít, mint az, hogy mi jóval korábban Badiny Jósfeli bácsi szerint, nem tudom melyikőtök tudja ezt, Mária Szkíta volt, Szkíta Pártus hercegnő volt egész pontosan, tehát Szkíta volt.
a Mária körében, Galileában lakos, az 5. század közepén visszaengedett zsidók a déli államokba, Izraelbe és a Jeruzsálem környékére települtek vissza. A Galilea és a Szamária nevű tartományokba mindenféle vegyes népek éltek, akik természetesen prozeliták voltak. Tehát felvették az egyisteit vallásfilozófiának mindennapi gyakorlatait, és azok közül is sok minden parancsolatot fogadtak el és tartottak be. A Badényi Józsefeli bácsival sokan megpróbálnak vitatkozni, sikerül is olykor, de én azt gondolom én, hogy itt nem másról szól az egész, mint a megfeledkező Jézusnak a mindenkit elfogadok tanításáról, a kelet és a nyugati kereszténység ütközéséről szól az egész történelem. Ez a fajta egyház történet, hogyha úgy tetszik. Ebben én azért tartom magamat a római katolikus anyaszentegyházhoz, mert kisfiú koromban a Pesszent Erzsébeti szabótelepi kistemplomba, amikor térdeltem, imádkoztam, nagyon hittem, nagyon jól éreztem magam. És nem győzöm mondani a szeretteimnek, hogy az elmúlt éve megint talán jól érzem magam a katolikus szentmisén. Nem várom a végét. Lehet, hogy a József atya tehet erről a legtöbbet. Szó se róla. Az az ember, akit barátságunkba fogadunk, az azért szól egy életre, vagy talán azon is túl, hiszen ez a Hunor Magor mitosznak a lehető legnagyobb tanítása, vagy a Gilgames Enkidujé, nem a Romulus és Remus, tehát más ikerpárosra most nem emlékeznék meg. Mert a barátságnak a lényeg az, hogy közös dolgunk van a Földön. És az égig emel. A szerelemben, a házasságban is a lehető legfontosabb dolog az, hogy a másik az egy életre a barátom. Sőt, még azon is túl. Hiszen karmikusan nem tudjuk, ennek az egésznek az előtörténetét, azt se tudjuk, hogy az a kettő, vagy több száz millió év emberiség tudása, ez honnan datálható. Azt sem tudjuk, hogy melyik égiszférából született le melyik emberi faj. Mert mi van akkor, ha nem egyszerre születtek le a Földre az emberek? Más korban, más időben, más helyre. Hiszen nem véletlenül van genetikai különbség emberiségen belül fajok között. Nem véletlenül találták ki az egyiptomi papok, vagy a hindu bráminok, vagy a perzsa beavatottak, a mágusok, hogy az minden embernek dolga van. Más dolga van a jobb kezemnek, és egész más a balnak. Ezzel befogadom a kozmikus sugárzást, ezzel meg továbbadom. És közben átfut az egész testemen. Másodpercekért minden testünk, minden négyzetmilliméterén több ezer impulzus ér bennünket a kozmoszból. Mit fogunk föl ebből az egészből? Miért baj az, hogy az egyik látja azt, amit a többiek nem látnak? Miért baj az, hogy az egyik olvas olyan dolgokat, amit a másik nem lát? Miért baj az, hogy az egyik gyerekem látta egészen kicsi korában a halottakat? Nem tartom én ezt rossznak. Az emberiség gazdagságát, fajunknak az emelkedettségét, az emberiségnek a valódi eszméjét testesíti, meg minden egyes parányi összetevő. Azért tartom szépnek ezt az egészet, mert izgalmas korban élünk. Nem azért izgalmas, mert a sárga csekeknek sohasincs vége. Befizetek kettőt, és jön még 10. Nem, hanem azért, mert annyi feladatunk van, annyi dolgunk van. Jó lenne talán ebből megoldani néhányat, mielőtt elmegyünk a fény elé. Ahol is biztos lesz módunk arra, hogy elmondjuk, hogy mit szeretnénk.
Én még egyszer magyar édesapának szeretnék születni, szóval. Lehet, hogy nem kerepesre, de az igazából mindegy. Tudjátok, a jó könyv írásának, vagy a szerelemnek, vagy a zenének is úgy van befejezettsége, hogy bennünk marad még mindig az, hogy hogyan is van tovább. Hogyan is kéne még ezt az egészet még szebbé tenni, még tisztábbá, még igazabbá. Úgyhogy magam részéről ezzel néhány gondolattal, egyfajta magyarságtudományi prológussal elgondolkodtani szeretnének benneteket. Afelől, hogy hogy is van ez például a Kárpátok északi részéből leszármazó gurályokkal, akiket én tótoknak nevezek, mások szlovákoknak neveznek. Hogyan van ez az oláokkal, a dákor-román elmélettel? Hogyan van ez a Kunországgal? Mert ugye 14. század előtt nem volt Románia, Kunország volt, Kunmánia. Hogy van ez a kaukázusi népekkel, akik középiskolában azt tanítják, hogy a magyarok rokonok? Hogy van ez a türk egyéb népekkel, akár a törököket vesszük, de előbb említett koreaiokat is vehetjük? Miért fontos, hogy mindenki hun utódnépnek tartja magát, aki azon a tájon él? Miért olyan magasrendű az orosz irodalom? Ugyanis azt tudjuk nagyon jól, hogy a föld impulzusai, a föld rezgései, a föld mozgásai igenis hatnak a mi embrionalitásunkra, és igenis hatnak a mi megszületésünk pillanatába, nem csak a kozmikus sugárzásokat, és igenis hatnak a mi intellektuális képességeinkre. Nem csak a víz, mint összetevő, mint emlékező létminőség, hanem a föld is hat. És nem csak a csillagok. Igenis fontos az, hogy a Kárpát hazába, ahol a földnek olyan vékony a kérge, hogy egészen más impulzusokat ad az embernek. Egészen másfajta intellektuális készséget, vagy képességet, vagy hajlamot élesít. Máshol, más emberek másban. És azért szép az egész, mert ez az egész nem egy kis csoda. Hogy mióta és hogy meddig, ez már nem a mi dolgunk. Hogy a földtörténet csillagkorszak ebben a 4,5 milliárd évben mit szülött meg, ezt úgysem tudjuk felmérni. Egyes személyes személyben ezt úgy tudják megfogalmazni, hogy sok van, mint csodálatosabb, ugye ez a Szofoklész Antigonéjében van. Tehát az embernél ógörögök tudták, a közép-amerikai indiánok tudták, egyiptomiak tudták, perzsák tudták, hinduk tudták, a kereszténység tudja. Ha a Földön születtem, és nem innen eredek, akkor biztos, hogy ennek van kozmikus célja és értelme. A maradék 21 néhány évben azt gondolom én, sok más dolgunk nincs, mint ezt kikutatni, hogy nekünk személy szerint és rajtunk keresztül a többi embernek, a ránk bizottaknak mit üzen az ég. Van tehát dolgunk ebben az izgalmas világban, amit élettérnek nevezünk. Van ezen elemek között nagyon sok olyan dolog, ami számunkra valóan, például a termodinamika törvénye, megmond és elmagyaráz, megsegít. Az első mondatok egyike az volt, hogy a fénynek a lényeg az információ. Biztos tudjátok, hogy hol hullámként, hol részecskeként viselkedik a fény. Mérhetetlen messziről jön.
és hova tovább felmérhetetlen távolságba jut majd el egykor. És nem csak egy irányból. Ennek a viselkedésnek a lekódolása a hétköznapi nyelven az úgy néz ki, mint a tátátititá, vagy a kínai I-Ching ábrázolásai. Hogy a Föld és az égnek egy olyan fajta találkozása lesz, ami az ember számára egy örökké valóságot jelenít meg. William Blake azt írja az Ártatlanság jövendőlései című versébe, csak az első 4 sorát mondanám el, hogy egy porszem világot jelent, egy szál vadvirág az eget, fogd föl a tenyeredben a végtelent, és egy percben évezredet. Azt gondolom én, hogy ha bármelyikünk megélte a tökéletes pillanatot, akkor abban nem csak egy évezredet élt meg. Ha bármelyikünk eljutott arra az éberségfokra, hogy fel tudta mérni, hogy a végtelenben mindent egy eszme igazgat, akkor mindent megtudott, minden lényeges és fontos dolgot. Ha képes volt meglátni egyetlen szálvirágba az élet valódi küldetését, akkor mindent megismert. És ha egy porszemem is meglátja azt, amit most a legjobb mikroszkopokkal és hihetetlen felbontásokkal egyszerűen kozmoszok tágulnak egyetlen egy porszembe. Hogy ne jelentene világot? Világokat jelent egy-egy porszem, egy-egy vízcsepp, egy-egy pillantás, egy-egy pillanat. Hozzánk vér szerint a lehető legközelebb, itt a E18-E19-es gén anyagokról beszélek, hozzánk legközelebb nagyon nagy százalékban az ujgurok, az észak-nyugati kínai tartományokban élő. A kínai adatok szerint 7-es millió, ujgur adatok szerint 28 millió ujgurról beszélünk, a testvérünk. Hozzájuk képest a japánok pár százalékban térnek el. Ugyanakkor, épp óra előtt egy barátom beszélgettünk erről, hogy a körülöttünk lévő népek, ahogy ezt a Sehemút kapcsán mondtam, adtak, vettek, cseréltek, tehát itt azért a körülöttünk lévő népek között is vannak olyanok, akiket én a magam részéről egyébként testvérnek gondolnám, Jézus okán feltétlenül, de ha a tiszta genetikát vesszük, akkor unokatestvérnek, vagy mostohatestvérnek tekint. Nem mostohatestvérnek, nem igaz, mert a mostohatestvér az nem vértestvér, hanem féltestvérnek gondolnám. Ilyenek például a szarmata népek, a lengyelek. A lengyelekből kiváló, későbbi, előbb említett tót népek. Tehát ők is ott vannak, genetikailag hihetetlen közel a magyarsághoz. Amit a dakotákról mondasz, az pedig azért izgalmas, mert a legújabb nyelv, van ilyen tudományok, hogy nyelvgenetika. Tehát a nyelvészetet úgy boncolják, úgy elemzik, minthogyha öröklési anyagot hordoznának. Ugye a magyar nyelv az egyetlen élő, teremtő gyökrendszerrel bíró nyelv. Például, mindjárt visszatérek oda a kérdésedre, de ez a dakotákhoz kapcsolható, a Cucor Fogarasi, biztos tudjátok, a 19. század közepén a Cucor Gergely pap volt, a hajnaú idejében börtönbe került, 6 év alatt a börtönbe néhány tízezer magyar szóanyagot készített, amit a Fogarasi később 65-be kiegészített. Eljutunk odáig, hogy a magyar nyelvanyag, mintegy 130 ezer szóval bír. Ehhez képest az az angol száz, amit ma, ugye tudjátok jól, hogy például Shakespeare-t nem tudják olvasni a mai angolok, mert szótár kell nekik. Tehát lábjegyzetekbe. Az angol száz, a Shakespeare-rel együtt az ausztrál
asztrál fonémákkal és az és a anglicizmusokat megfejelő amerikai angol már majdnem 80 ezer szóval bír. Ez azért izgalmas, mert a dakoták azt mondják, a dakota indiánok azt mondják, hogy az ő mintegy 1500-1800 szót tudnak ma regisztrálni. Az ő valódi népük még annak idején, még a Katalin cárnő előtt, mielőtt eladta volna, jóval persze, hogy nem, a Alaszkát, igen, a amerikaiaknak, azelőtt jóval, évszázadokkal, egyesek szerint évezredekkel, korábban elvándoroltak a hunok országából. A japán azt mondja, hogy a magyarok nyugatra mentek, ők meg keletre. Tehát valahonnan belső Ázsiából. Ugye ez azért izgalmas ez a dolog, mert Körös Csabasán az egész életét tette föl arra, azon kívül, hogy mennyi nyelvet beszélt, írt, olvasott, az egész életét tette arra, hogy a magyaroknak az eredetét, az ős népét megkeresse. Julianus barát is ezért ment oda. Aztán ugye jött a úgymond tatárjárás, ez se igaz, a történelmünk tele van ilyen nem igazzal, ugyanis itt soha nem járt tatár. Legfeljebb az orosz hadsereg, amikor felszabadított bennünket 45-be, 44-be, akkor előre küldte a tatárokat, mert az oláokat, ágyú tölteléknek. Itt mongol invázió volt. Genghis Khan unokája, Batu és a többiek, mongolok voltak, egészen másfajta. Uraltáji nép, más genetika, más nyelvészet, más magas műveltség. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a japánok is azt tartják, az észak-amerikai indiánok közül egyébként nem csak a dakoták, hanem több más dakota testvérnép is azt tartja, hogy a magyarok. De könyörgöm, a 16-17. 18. században, amikor az angol szászok ugye áthajoztak, tudjuk nagyon jól, az Amerikai Egyesült Államokat Európa plebejusai hozták létre. Úgy, hogy kiirtották az indiánokat. Ezt tudomásul kell vennünk. Miközben ezt tették volt, az indiánokkal való találkozás ilyen-olyan kapcsolatban újra meg újra előkerült az, hogy a sámanizmus és a táltos látásmód, mert a sámán szó igazából tungus kifejezés, azt jelenti, hogy gyógyító ember. Tehát a gyógyító emberre való hivatkozás, de hát ilyen értelemben Jézusnál nagyobb sámán általam ismert kultúrtörténetben nincsen. Hát hiszen olyan gyógyító ember volt, hogy azt mondta a Lázárnak, hogy jöjj ki, és kijött. Tehát ő még a halálon is úrrá tudott lenni. Erre utaltam előbb, amikor azt mondtam, hogy a sejtet befolyásolni tudja a hang. És a nyelvgenetika, előbb tettem elő említést, pedig azt vizsgálja, hogy a hangtan és a mondattan között milyen olyan szerves kapcsolat van, ami a sejtekből a legtöbb információt ki tudja hozni. Azokat az információkat is, aminek a létéről fogalmunk sincs. De hát ezt a párom jobban tudja. Mindig azt szoktam mondani, hogy hipnózisba gyógyít, de ő meg kikéri magának, nem hipnózisba gyógyít, vagy egyszer elmondja itt nektek, hogy mi az, amit ő nagyon tud, illetve mi az, amit a jó Istentől meg tőlem kapott, szóval. És hogy van három gyönyörű fiunk. Visszatérve, tehát a dakoták is azt mondják, a perzsák is azt mondják, a japánok is azt mondják, meg a koreaiak is azt mondják. Nem azt mondják, hogy magyarok testvérei, hanem azt, hogy hun utód népekként a csúnya latinsággal Hungáriába azok élnek, akik ők velük vértestvérek. És akkor az előbb említett gének, amit E18-E19-nek neveznek, képzeljétek el, hogy a vértesszőlősi sabon, biztos tudjátok, akiről beszélek, arról az úgymond ősemberről, akinek egyébként ugyanolyan agykapacitása volt, mint nekünk, pedig azért nem vagyunk gyengék, na, ezzel a 1500 köbcentivel. Vagy mennyi, tudjam, tök mindegy. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen barázdát, milyen átételek vannak benne. A magyar nyelv ugye ki hozza ezt, hogy mennyire vagy sötét, vagy mennyire vagy megvilágosodott.
hogy mekkora sötétség uralkodik ebbe a bizonyos koponyába, vagy milyen fények villóznak, és milyen információkat hogyan közvetítenek. Itt is egyébként a fénynek, a fénydinamikának gyönyörű ábrázolással jól bírunk. Summa summarum, amikor a lakotákat kikérdezték annak idején, hogy milyen Istenbe hisztek, akkor ők nem azt mondták, hogy ebbe, vagy abba, vagy amabba, hanem azt mondták, hogy az Istenbe. Például a régi magyar szószedetekbe, a rovás emlékeimbe nem volt az Istenekre szavunk, csak az Istenről. Arról az Istenről volt szavunk, fogalmunk, aki mindenben benne van. A virágba, a patakba, a csendbe, a hajlandóságba, az emberbe. Nehogy Isten még bennünk is, illetve bennem. Tehát a dakotáknak, amikor föltették még a kérdést, hogy miben hisznek, akkor hát igen, ilyen pogány népek voltak valamikor régen Európában is. Mit mond Jézus a pogányokról? Azt mondja, hogy akik aggodalmaskodnak, azok a pogányok. Akik hisznek, azok nem pogányok. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy a Földön bár sok aggodalomra adó okot, jelenséget, tünetet látunk, bírunk, hordozunk, mutatunk, produkálunk, azért mégis valahol legbelül mindenki hívő. És amikor ezzel szembesedték a dakotákat, aztán később rezervátumba zárták őket, akkor a 48-as szabadságharc, 49-es világos fegyverletétel után nagyon sok tábornok, nagyon sok főtiszt átment az óceánon, és az ottani háborúba vett részt. És amikor kiderült, hogy a dakoták ugyanúgy pentatonban muzsikálnak, ahogy mi, akkor úgy rácsodálkoztak, és amikor meghallották a magyarokat beszélni és énekelni, akkor meg ők nem értették, hogy ezek az emberek egyébként, akik nem úgy néznek ki, mint ők, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, hogy ugyanazt a hangot hordozzák, hogy ugyanazokat a formákat ajánlják föl az égnek. Ilyen értelemben az is izgalmas a kérdés, mert a kristálykoponyák kapcsán, biztos tudjátok, miről beszélek, a kristálykoponyák kapcsán a Dél-Amerika, Ecuadorról beszélek, Ecuador, Peru, tehát az egyenlítői Dél-Amerika mentén lévő magas civilizációk, inka kultúráról beszélek, találtak olyan régészeti fejezéseket, írásbeliséget, különböző tárgyakon, különböző cserépmaradványokon, amelyek félelmetesen hasonlítottak a rovásírásra. Márpedig rovást, ami lényegében eltér a runától, és eltér a kínai piktogramoktól, egyetlen egy névhez, fajhoz köthető, ez pedig a hunu utódnépek. Akkor, amikor rovás írásokról tesznek tanúbizonyságot a Varga Csaba, vagy a fent említett Friedrich Klára, vagy a Varga Géza, vagy a Lippai Bertalan, vagy a Fischer András, akkor mindig úgy elcsodálkozok, hogy ezek nem tudják, hogy a rovásnak hétféle módosulása, változása volt az elmúlt évezetekben. Hetesféle. Azért gyönyörű, nem? A hét törzs, meg a hét vezér, meg a hétféle írásmód, meg a hét bolygó, ugye? Mert a Plutót azt csak most fedezték fel. Bár attól függetlenül, hogy egyiptomi papok számoltak vele, Neptunusszal együtt. Tehát nagyon fontos és nagyon izgalmas az, hogy ha eltérő időben születtünk le a Földre, már pedig azért, mert itt olyanok voltak a klimatikus és földrajzi viszonyok, hogy élhető volt az ember számára, akkor ezt nem feltétlenül úgy képzelem el, úgy gondolom el, hogy ezt űrhajóval tették meg ezt az utat, vagy térköz különböző ugrásaival, nem science fiction-ben gondolkozom, hanem úgy, hogy a fény hordozott minden lényeges információt. És a fény villant bele a fogantatásba, és azáltal lett megtestesülés, és sejtosztódás, és így tovább.
Hát a válaszom az, hogy ők rokonnépnek tartanak, én ezt el tudom fogadni, ezért, meg ezért, meg ezért. A finnugor elmélet viszont ezt tagadja. De hát a finnugor elméletben meg tudjuk jól, hogy az a birodalmi eszmének az a fajta megtestesülése volt politika történetben, hogy vedd el az embertől, a néptől, a fajtól, a nemzettől a lelkét, és utána azt csinálsz fel, amit akarsz. Ami fontos, és itt a két név mellett azért még másik kettőt említenék, egy Leonardo da Vincit, meg egy Michelangelo Buonarrotit. Mind a négyükről, tehát Dante, Vergilius, de Petrárkát is ide vehetném nyugodtan. Michelangelo és Leonardo, mindegyik etruszk volt. Tehát gén szerint nem latin volt. Etruszkok, meg ugye Troászból, Trójából származtak. Eneász. Ugye Vergiliusnak a fő életműve a Eneász. A Eneádok. Tehát azt a sztorit írja le, ahogy Achilleuszék elfoglalták Tróját, és ők elmenekültek. De ezt a Brad Pitték egészen jól megcsinálták, szóval. Ebben az egészben az az izgalmas, hogy az a szép, hogy a kereszténység kialakulásnak előtörténetéhez az is hozzájárul, hogy voltak éppen az egész földközi tenger medencéje már nagyon-nagyon várta azt, hogy a fene megette, tehát az ember élet nem csak a GDP-ről szól, sőt, arról szól, amit nem lehet GDP-vel mérni. Nem lehet mérni GDP-vel a fiatalságot, a hitet, a szeretetet, a szerelmet, az egészséget. Biztos tudjátok, hogy az ember élete, régi tibeti buddhista tanítás egyike, sőt, egészen korai buddhista tanítás egyike, az, hogy az ember életének nagy hányada arra megy rá, hogy jó sok pénzt keressen. Most profanizálom az egészet. Aztán az egész pénzét odaadná ahhoz, hogy egészséges lehessen. Egész életében arra törekszik, hogy felnőhessen, és akkor felnőtt, akkor meg károsztatja persze a szülőket és a többi a nevelést, a szocializmus, mindent, hogy miért nem maradhatod gyerek. Mindig a jövőben tervez, és a jelenről feledkezik meg, hogy na majd holnap, majd karácsonykor, majd nyáron, és a itt és most, mintha kiürösedne. És közben elfelejt élni. Tele van a keze telefonokkal, laptopokkal, számítógépekkel, hogyha nem másképp, akkor volánnal, tele van a feje mindenféle zenékkel, millió egy információval, és közben nem gondol arra, hogy hogyan simogasson meg egy gyereket, hogyan segítsen meg egy idős embert, hogyan gyógyítson meg valakit, hogyan mondjon imát egy másikért, szóval annyi minden van bennünk, velünk és általunk, hogy mind újra megfeledkezünk arról, hogy nem biztos, hogy az az igaz, amit a televízió mond. És most szándékosan nem mondok csatornákat. Pedig választások környékén nagyon élvezem, hogy nyafognak, hogy már megint mi nyertünk. Ki nyert? Már megint ki nyert? Gyerekek, itt vagy együtt nyerünk a teljes emberiség, mind a 7 milliárd, vagy mindenki veszít. A 7 milliárd csak úgy tud nyerni, hogyha elfogadja azt, fel tudja mérni azt, megismeri azt, hogy csak egy út van. Az igazságos élet. Ha Jézus ezt mondja, hogy én vagyok. Úgy kéne élni, és akkor én vagyok az út, az igazság és az élet. Összegezve a túlépesedést és a dakoták népének szent áldozását a magyarok vonatkozásában, hogy maga az életjelenség akkor mutatkozott meg a Földön, akkor nyilván meg a Földön, amikor a magyarok istene, vagy a jó isten, vagy az öreg isten úgy akarta. Addig van minden egyes ember, és minden egyes faj, és minden egyes nem a Földön, ameddig a főnök úgy nem gondolja. Ezért hozzáteszem, lehet itt 1000 Trianon. Mindig lesznek Széchenyik, és mindig lesz Széchenyi. De mindig lesznek Kossuthok is,
meg lesznek deákok is, meg lesznek kádárok is, és a többi. Mégis azt mondom nektek, hogy nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ezekből a dolgokból mi személy szerint mit tanulunk meg. Ebből a dologból, amit mi személy szerint mit tanultunk meg, mit hozunk létre, felmutatva azt, hogy ezt is lehet. Nem kell ehhez Nobel-díj. Nem kell nekünk annyi Nobel-díj. Minek? Sokkal nagyobb dolog az, hogy én feltalálom. Sokkal nagyobb dolog az, hogy én kitalálom. Sokkal nagyobb dolog az, hogy én felismerem. Hát a Bolyai megmondta, mármint a János, hogy a legnagyobb dolog az önbecs. És az önbecsülésem megvan, akkor becsülöm a másikat. Elsőlegesen a hozzám tartozókat, a rám bízottakat, és aztán a többieket. Azokkal, akikkel x idő után megint találkozom, akik már megint jönnek kérdéssel, akik megint meg akarnak gyógyulni, akik megint Jézus keresik. Summum bonum, ez az egész dolog, ez egy színjáték. A politika az egy arcátlan, hazug színjáték. Úri huncutság, ahogy a őseink mondták. Ők is csak addig vannak a földön, ameddig a főnök azt nem mondja, hogy el innen, vagy oda hívja magához. És azt gondolom én, hogy mindenkinek ezzel a dologgal kell odaállni majd a fény elé, és meg elmondani azt, ahogy annak idején a egyiptomi halottas könyv leírja, hogy 42 halál démon előtt kellett negatív konfusziót bizonyítani, tehát negatív vallomást. Mert úgy szólnak a kérdés, hogy megtetted azt, hogy elvetted az éhezőtől a kenyeret? És akkor erre azt kell, azért negatív vallomás, mert azt kell mondani, hogy nem. És nem csak mondani kellett, hanem úgy is kellett élni. Odaadtad a fél ruhádat a fázónak, és a többi. Tehát, hogy megtetted-e mindazt, ami nem kőtáblára van vésve, hanem a szívbe van írva. A szívbe van írva. Jézus mindig arról beszél, a szívbe, ami vagyon írva. Ott a kincsed, nem? Vagy ott a szíved, szóval. És az a kettő egy. Azt gondolom én, hogy ilyen értelemben a párommal, meg a barátaimmal ezekről a dolgokról elég sokat disputálunk, vitatkozunk, hogy van-e szabad akarat, vagy nincs, vagy milyen mértékben egyáltalán szabadsága az embernek. És itt a gyermeknemzéstől kezdve az ősi magyar hitvilág kapcsolatrendszerén keresztül egy sor dolog oda kapcsol bennünket vissza az ősmúlthoz, és egészen a holnapig tartó tartományba, hogy ténylegesen felismertük azt, hogy miért születtünk személy szerint a Földre. Nem véletlenül születünk olyanok, amilyennek oda, ahová, azok közé. És akkor itt az országépítésről, meg a birodalmi eszmék ütközéséről van szó, amit a 20. században megfogalmaztak amerikai filozófusok, ideológusok, hogy vajon most vége van a történelemnek, és amit te mondasz egyébként pontosan arra rímel, hogy a környezeti jelenségek mindegyike arra mutatja, hogy a történelem vége van, de nem úgy van vége, hogy beteljesül az eszme, egészen már egy tragikus fordulattal van vége. Egy másik filozófus, ez volt a Fukuyama, egy másik filozófus meg azt mondja, hogy itt a kultúráknak, az ideológiának, a világlátásoknak a harcáról van szó, rivalizálásáról van szó. És akkor nyugodtan mondhatom, hogy én már nem is bántam az Amerikai Egyesült Államokat, szóval. Én már a globalizációval szemben már hát időnként azért úgy kikikelek magamból, hétköznapi ember lévén, de úgy, mint írástudó, akinek felelőssége van, már nem is bántom őket, hiszen biztos, hogy látják, meg érzik, meg valamilyen szinten fel is tudják dolgozni, hogy velük szemben olyan kultúrák magasodnak, mint az orosz, mint a kínai, mint a hindu, mint az iszlám,
hogy ne lennének pánikba, szerencsétlenek. Hát most gondoljatok bele, lerabolom a világot. Miért tettem ezt? Angol szász létemre? Egyszerű hétköznapi, remélem mosolyt fakasztó fejezet következik. Örökké esik az eső, csúnya az asszony, langyos a sör, borzalmas a konyha, ez Anglia. Persze, hogy elmegyek világot hódítani. Hát minden arra predesztinál, minden arra indít, hogy nem maradjak otthon. Elmegy és összegyűjt mindent, elmegy és lezúz mindenkit. Ez a szász. Ő ilyen fajta. Most a bajor nem olyan. A Habsburgok olyanok voltak. De például a Frank már egy kicsit más. Tehát azt akartam ezzel az egészen mondani, hogy az angol szász eljutott odáig, hogy azért, mert ilyen késztetése, ilyen hajlama, ilyen közeg fogadta őt a földi születésekor, ő ebből ki akart mozdulni. Ő így volt képes kifejezni azt, hogy benne mi munkál. A hunoknak ez nem kellett, hiszen egy hihetetlen nagy országban 160 féle nép és népcsoport élt. Félelmetesen gazdag kultúra, hihetetlen nyelviség, rendkívül sok szakralitás. Nekik nem kellett elmenni hódítani. Hát a kínai egyfajtól a operenciás tengerig elég föld volt. Minden megvolt. Egyébként hagyd mondjam, biztos tudtok erről, hogy a mai Kárpát-medence földrajzi geográfiai viszonyaiban 100 millió embernek tudnánk élelmet biztosítani. 100 milliónak. A tó északon, az olá keleten, a magyar megint belül uraskodva, a székely meg dolgozva, biztos ismerik ezt a viccet. Nincs ezzel baj, jó el lennénk. 100 milliónak tudnánk adni élelmet. Olyannyira gazdagok vagyunk, hogy a Margit-szigeti ásványvíz már a Coca-Cola-é. Mi adunk nekik vizet? A magyar vizet megveszem 60-70-80-100 forintért a francia cégtől, aki annak idején itt privatizált. Tehát azt a kutat, azt a földet, ahol a kulák nagyszülők az egész országot eltartották, ugye? Milyen torz és milyen beteg ez a látásmód, hogy idáig fajuljon ez az egész menet. És akkor Huntingtonnak hívják a másik filozófust, a Fukuyamával szembe, azt mondja, hogy nincs vége a történelemnek, mert a földre való születéssel az embernek metafizikai küldetése van. És ez pedig Istenhez kapcsol bennünket. Tehát én a kettő között vagyok abban a dologban, hogy igenis, amit az ember megkapott azokkal a készségekkel, hajlamokkal, látásmóddal, bírással, neki nincs más dolga, mint mielőtt elszorítják, mindenét szétossza. Önként és dalolva. Mert nem, egyébként kettős értelemben úgyis elveszik. Ugye? Úgyis elveszik. Hát ezt a édesanyag nyelve gyönyörűen kifejezi, ezt a hihetetlen dinamikus kettős ívelésű dolgot. Ez majdnem olyan, mint amikor a jóga filozófia, vagy a hinduizmus, buddhizmus azt mondja, hogy meditáció 8 szint, és a elmélyedéstől a felismerésig az emberben mindig valami felmerül. Ugye? Felmerül. Hát milyen gyönyörűséges ez. Mi merül fel? Az, ami az elmúlt évszázadokban, évezetekben, évmilliókban, ki tudja mekkora világkorszakban felgyűlem lett. Abból tud valami felmerülni minden egyes emberben. Felmerül például azt, hogy ő boldog akar lenni, hogy ő egészséges akar lenni, hogy ő megváltást szeretne elérni az életbe.